A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy konfuciusz gondolattal invitál bennünket új évadjára a Vox Mirabilis kamarakórus, ami imígyen hangzik. A zene olyan örömet okoz, amelyet az ember nem nélkülözhet. Vendégem pedig természetesen Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kamarakórus karnagya. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen, örömmel jöttem. Én is hoztam egy idézetet, és hogy a két évezred különbség az mennyire más, Paul McCartney-tól, hogy imádok kórust hallgatni, imádom az emberiséget, hogy valódi emberek arcát lássam, akik egy zeneműnek szentelik magukat, szeretem a csapatmunkát, optimistává tesz az emberi fajt illetően, amikor látom, hogy így együttműködnek, mondja ő, egy 20. századi legenda. Nos, hát a mai beszélgetésünkben nagyon fontos, hogy megjelent ugye a hangversenybérlet sorozatotokról a tudósítás, illetve hogy mi minden történik 2022-23-ban. Mielőtt azonban erről beszélgetünk, mert nyilván ez lesz majd a fősodorban, egy kicsit kell, hogy szó essék az elmúlt időszakról, hiszen júniusban Németóváron jártatok, Ausztriában, Bad Deutsch-Altenburgban, ahol egy koncertsorozat azt hiszem, hogy kivételes sikert hozott, hiszen olvashattunk róla eleget. Beszéljünk erről, hiszen június közepét írtunk, amikor együtt elmentetek. Hozzáteszem, hogy ott volt veletek Zemlényi Eszter és Csejtei Varga Júlia is. No, beszéljünk erről, hiszen Salzburg, Baden, Kirschlag, Németóvár és Wiener Neustadt, tehát Bécs újhely és Bécs is útba ejtettétek. Így van, ez egy különleges koncertsorozat számunkra, hiszen éppen 10. éve koncertezünk Ausztriában, és hát talán ez volt a legszebb, a legkellemesebb és a legnívósabb koncert, hiszen a bécsi zenekarral tudtuk előadni Vivaldi Glóriáját, ahol Zemlényi Eszter volt az egyik szólista, a másik pedig az ő tanítványa, ami azért különleges, mert tanítványokkal együtt énekelni, ez egy tanárnak, ez nagyon jó, ha emlékszünk, akkor Eszterrel itt volt legutóbb Kertesi Ingrid a tanára, tehát hogy most pedig már az Eszter a saját tanítványával tudott itt megjelenni. Ez nagyon különleges volt, és ez a meghívás, ez egy rendkívüli volt, hiszen az 56-os megemlékezésről is szólt, azokról a magyarokról, akik Bad Deutsch-Altenburgban, Németóvárra menekültek, és ott éltek tovább, és ott éltették tovább a magyarságukat, a hitüket. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a koncert, egy gyönyörű román kori templomban, aminek az akusztikája hát hihetetlen felemelő volt, de nem volt mindegy, hogy hova állt a kórus például, meg a zenekar, mert egészen másképpen szóltak együtt. Ezen kívül természetesen önálló koncertet is adtunk. Igen, a bécsi koncert különleges lehetett szintén, hiszen Varga János celebrálta, de azt hiszem, hogy mindig különleges Ausztriába menni. Tehát honnét ered ez a régi kapcsolat? 2011-ben Bádenben voltunk egy nemzetközi kórusversenyen, és amikor ott énekeltünk, egészen szép eredményt értünk el, habár az még nagyon a kezdetek volt, és nagyon profi kórusoktól tanultunk nagyon-nagyon sokat, nekünk ez egy megtisztelő volt ott részt venni, és akkor Bécsből voltak ott magyarok, illetve osztrák emberek is a zsűriben. És akkor szóltak nekünk, hogy hát ők nagy-nagy örömmel látnának minket, hogyha Bécsben koncerteznénk. Aztán így jutottunk el Salzburgba, így jutottunk el Ausztriának a további részeibe, ami nagyon-nagyon szimpatikus volt nekünk, és hát megtisztelő volt, úgyhogy szinte nem volt év, most talán a Covid alatt, hogy kihagytuk volna, hogy Ausztriába koncertezzünk. Így jutottunk el Bad Deutsch-Altenburgba is. Nagyon-nagyon fontos egy ilyen turné. Mennyire jelent ez megerősítést? Tudjuk, hogy az otthon, az édes otthon nagyon fontos számotokra, ugyanakkor járjátok a világot, Európát.
Ausztriában rendkívül magas színvonalú zenei élet folyik. Nem igen lehet összehasonlítani Magyarországgal, másféle folyik talán, én azt gondolom, és ott nagyon-nagyon megbecsülik a zenészeket, és nagyon érdekes volt, amikor a Pázmáneumban most volt a koncertünk, teljesen ismeretlen zene és énektanárok is részt vettek, zenekari tagok, nagy kórusok, vezetői is részt vettek a koncertünkön, akik több, természetesen újabb meghívást kaptunk, és akik nagyon boldogok voltak, és szeretnének eljönni a többi koncertünkre is. Tehát igazából Ausztriában koncertezni az egy megtisztelő és nagyon kellemes dolog számunkra. A csapatról beszéljünk egy kicsit, hiszen egy összetartó közösséget alkottok, én azt hiszem egy kórusnál ez mindennél fontosabb, hiszen ez alapvetően meghatározza a repertoárt is. Milyen a csapatod most így, hogy egyre inkább érlelődik, és egyre magasabb szintre juttok? Azt hiszem, hogy most, hogy véget ért éppen tegnap előtt a háromnapos kórus táborunk, most egy nagyon különleges belső betekintést láthattam a kórustagokról, hiszen három napig voltunk összezárva a zenével, együtt ebédeltünk, együtt kosaraztunk, együtt pingpongoztunk a szünetekben, és hát én azt láttam, hogy mindenki nagyon törekszik és nagyon akar. Ilyenkor laprólolvasás is van, tehát azonnal látják a kottát. Vannak új művek, kis versenyeket rendezünk, 2-3 csapat megkap egy új művet, és akkor ők előadhatják a többiek előtt, és egy ilyen kvázi zsűri őket megbírálja, megdicséri természetesen. Megcsináltam most, hogy azt, hogy mi is történt, összegeztem a tábort. 31 kórusművet vettünk át, abból 12 teljesen új kórusmű volt, és azt hiszem, hogy azért ez elég komoly teljesítmény. Nagyon komoly a beéneklési technikánk, most már erre külön is fektetünk, és hát nagyon jó, hogy egymást tudják segíteni a szólamok, tehát együtt van a csapat, egymást segíti, egy nagyon erős társaság. Mielőtt az idei, illetve a jövő esztendő hangversenybérletéről beszélünk, essék szó Eszterről. Én azt gondolom, hogy a Térélmény 2, tehát az Alba Regia Szimfonikus Zenekar csodálatos koncertje, ahol egyébként Rezsnyák Róberttel lépett fel Zemlényi Eszter is, egy fantasztikus élményt hozott minden klasszikus zenebarátnak. Mi azt láttuk, hogy Eszter, és most az édesanyját is kérdezem, nem csak a kórusvezető karnagyot, szintet lépett, és most már ott van a, bátran mondhatjuk, a nemzetközi élmezőnyben. Hál' Istennek, igen. Ez várható volt egyébként? Én azt hiszem, hogy talán mindenki ismer annyira engem, hogy nagyon optimista típus vagyok, és hát a gyerekéért az ember az rendkívüli módon tud drukkolni, és nagyon igyekszik neki segíteni, amiben tud. De hát Eszter már olyan önálló évek óta, és olyan szinten mozog valóban, annyi mindenre kérik, akár az opera, akár a MÜPA, akár a Zeneakadémia, de külföldre is viszik, hívják. Úgyhogy hát én nekem ez egy nagyon nagy boldogság, ugyanakkor az ő koncertjét végigülni, az egy nagyon nagy drukk is egyben, mert hát az elejétől a végéig nagyon izgul az ember. Ráadásul ez a koncert, amit a Rezsnyák Róberttel együtt, a Robival együtt énekeltek, ez különösen is érdekes volt, hiszen Robinak is nagyon sokat segítettem a Zeneakadémia előtt, biztattam, járt hozzám egy-két ilyen szolfész, vagy zeneelmélet órára is, és hát együtt drukkoltunk, hogy fölvegyék őt a Zeneakadémiára. Most pedig látni ezt a két fiatalt, ez egy különlegesség, két fehérvári fiatal, igen, akik primán együtt tudnak énekelni, és olyan kamarát alkottak ketten, hogy azt hiszem példás volt a közönség számára is. No, hát nagyon-nagyon fontos év következik, hiszen ne feledjük, hogy azért itt volt nekünk a pandémia. Apropó a pandémiát, miként sikerült átvészelnetek? Én nem panaszkodhatom. Mi mindent megragadtunk, hogy maradjunk, hogy összetartsunk, kis csoportokban próbáltunk,
online kórus versenyen vettünk részt, amit meg is nyertünk, online fesztiválokon vettünk részt, tehát, hogy beküldtünk egy-egy felvételt, vagy ott mindenki felénekelte, és akkor összeraktuk egybe, videókat jelentettünk meg, régi felvételeinket összevágtuk, és azt tettük fel a közönségünknek. Karácsonyi koncertet adtunk le újra, amit nagyon vártak, tehát mi mindenféle módon igyekeztünk ezt, és hát az egyén is benne volt, hiszen az egyén az saját maga gyakorolt otthon. És mindennek, azt hiszem, hogy a pandémiának talán a koronája volt ez a krakói kórus találkozó, a Pueri Cantores, ami 42 országot foglal magába, több ezer kórust. Az a kórus lehet tagja, akinek az országa is tagja, és egy huszárvágással minket beválasztottak a Pueri Cantoresnek a tagjai közé, pedig Magyarország nem is tagja. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan elismerés, amit hát nem csak Fehérvár örülhet neki, hanem az egész ország. Ez egy katolikus egyházzenei federáció, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk neki, és valahogy azt éltük meg, hogy mintha ez lett volna számunkra a pandémiának a koronája, a csúcsa. No, most viszont kinyílt a világ végre, és azt hiszem, hogy annál varázslatosabb nincs, mint amikor személyes jelenlétben figyelhetünk a kórusra. Tehát 2022-23-as hangversenybérlet sorozat, megkezdődött az értesítés, értékesítés, és hát ősbemutató különleges darabok lennek. Menjünk sorba, mondom én, Énekelj az Úrnak, ez pedig már a következő hónapban, tehát szeptember 17-én szombaton. Így van, már erre nagyon készülünk, a táborban már erre a koncertre készültünk. A Nagy Kanizsa város vegyeskara lesz a vendégünk az idén ezen a koncerten. Ők egy nagyon különleges nagy vegyeskar, egy példás városi nagy vegyeskar, Cseke József karnagyúr vezetésével, nagyon régi a kapcsolatunk, mi is jártunk már náluk. Ők igazi nagy kodály és bárdos műveket hoznak majd, és lesznek természetesen közös művek is. Nagy Kanizsa város vegyeskara nagyon-nagyon igyekvő, nagyon-nagyon magas szinten énekelő kórus, és nem félnek belevágni a nagy, komoly művekbe, amit igazán nagyon, nagyon különlegesen és nagyon stabilan oldanak meg. Tehát tényleg az ember azt érzi, hogy egy nagy kórus szólal meg, és egy hihetetlen hatása van. Ugyanakkor, ami nekem is nagyon fontos, hogy egy olyan finomsággal is tudnak énekelni, ami extra. És hát ugye nagyon hálásak vagyunk Dózsa István atyának, aki a Jézus Szíve templomban engedi ezeket a koncerteket. Számot vetettem, 12 éve folynak ezek a koncertek, és egy, nagy öröm ez. Egy ilyen kapcsolatrendszer, ami más kórusokhoz fűz, az pluszt ad a Vox Mirabilisnek is? Nagyon sok pluszt ad. Ugyanis amikor látunk egy másik kórust énekelni, mi abból nagyon sokat tanulunk. Mindig van, ami olyan újdonságot hoznak, olyan különlegességet, amit azt mondjuk, hogy hú, ez nagyon tetszett, ezt mi is szeretnénk így. Vagy hoznak egy olyan új kórusművet, amit mi még nem énekeltünk. Vagy pedig Cseke József barátom, mondhatom így, a karnagyuk, hát egy különleges, igazi, vérbeli, hatásos, nagyon pontos és nagyon jó karnagy. Tehát már maga azt látni a Vox Mirabilisnek, hogy itt van egy igazi jó karvezető, egy példás, ez is nagyon jó. A karácsony előtti koncert az mindig különlegességet tartogat, hát így lesz a Jézus Szíve templomban idén is, a karácsonyt várni kell, azt hiszem készülni rá. Koncert címe is sokat mondó, Dicsőség. Úgy van. A Fiori Muzikálit kértük meg, a furulyásokat, hogy jöjjenek erre a koncertre velünk, és ahogy minden koncertünkön az Arany Bulláról meg fogunk emlékezni, és valami odaillő zenét fogunk produkálni, hiszen ebben az évben ez a dolgunk. Karácsonykor is igyekszünk majd a régi zenét elővenni, velük egy kis olyan igazi várakozó hatást előidézni, amit azt hiszem, hogy Fehérváron talán az ő együttesük tud a legjobban és a leginkább megcsinálni,
muzsikálni. Nagyon szeretünk velük együtt muzsikálni, hiszen szolíd, visszafogott, kedves társaság, akik nagyon magas szinten muzsikálnak. Igen, hát az Aranybulla évforduló nagyon-nagyon fontos, és zárásaként mindenképpen kell, hogy emlékezzünk. Én azt hiszem, hogy Székesfehérvár, mint királyi város is bizonyította, hogy ezen a 800 éves évfordulón nagyon sok zenei élménnyel gazdagodhattak az ide látogatók, és hát erre mindenképpen szükség van. A furulyásokat mondtál, ez akkor bizonyos értelemben különleges, mi hangzik fel? Altenburgtól fogunk énekelni, és igyekszünk azokat a finom hangú adventi műveket előtérbe helyezni, amivel egy kicsit ráhangolódunk. Most az egész koncert sorozatot igyekeztünk így megcsinálni, hogy egy ráhangolódás legyen valamire. Ez például a szeptemberi, az egész évre egy ilyen indító legyen. A karácsonyi, karácsonyváró, mert ez a neve is, karácsonyváró a karácsonyra, hogy már akkor induljunk, és akkor készüljünk, ne csak 23-án, amikor a beiglit betoljuk a sütőbe. Február a következő esztendőbe különlegességet hoz, és nem csak azért, mert a Szent István terem ad otthont ennek a koncertnek, hanem azért is, mert azt mondjátok ti, ez ritka az ilyen mondat, minden csak komédia, és sanzon és operett parádé lesz. Én kíváncsian várom nagyon, mert a kórustól megszoktam a klasszikus műveket, hogy sanzon és operett, hogy készülnek már nagyon. Gondolom, hogy ilyenkor lubickolnak ebben a kórustagok is. Hogy sikerült a műsort összeválogatni? Ez a sanzon és operett parádé, ez azért érdekes, mert ugye elkezdtük a klasszikus opera kórusokkal, meghívtunk nagyon sok operaművészt, utána folytattuk a katonadalokkal, aztán volt nemzeti összetartozás, aztán jöttek a bordalok, ami már egy picit azért előre vetítette, hogy ezt a csúnya szót használjam, hogy a könnyedebb, egyáltalán nem könnyedebb műfajba, hanem talán a vidámabbba, én inkább így fogalmazom. És akkor a kórustagok kérték, hogy nem lehetne esetleg, hogy az egész est egy ilyen nagyon vidám, nagyon kellemes szórakozás legyen, ugyanakkor zeneileg persze mély és komoly, és nagyon értékes művek, és akkor találtuk ki Eszterrel együtt, mert ugye Zemlényi Eszter mindig meghívott vendég, és az ő tanítványai is fognak énekelni ezen a koncerten, valamint az Operett Színházból Bojtos Luca primadonnát fogjuk hívni erre a koncertre, és tényleg megpróbálunk egy olyan igazi önfelett estét adni, amiben a zene azért komolyan ott lesz, de remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Igen, hát a mosoly fog dívni, nem vitás, ugyanakkor ne feledjük azért az operettnek és a sanzonnak is vannak mélységei. Bizony. Főleg ismerve a magyar operettirodalom nagyjait, fantasztikus zenét várhatunk. És hát nem maradhat ki idén sem a nagybőti gondolatokkal telített zenés áhítat, a megfeszítették, visszatérve a Jézus szíve templomban. Ugye már április írunk, április 1-én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pillanat esztendőről esztendőre. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kórus, Magazalba régi a szimfonikus zenekar is húsvéti koncerteket tartanak, ami tökéletes és nagyon jó, és az önfelett, vidám, öröm, húsvétkora feltámadott Krisztus öröme. De ahogy mi adventben is karácsonyváró koncertet tartunk, tehát készülünk a karácsonyra, Nagybőjtben is húsvétváró koncertet tartunk, tehát nagybőjti koncertet tartunk, pontosan azért, mert úgy gondoljuk, hogy ideje elkezdeni húsvét előtti, egy héttel előtti szombaton erre, hogy odaérjünk húsvétra. És nagyon szereti a közönségünk ezeket a mély és nagyon komoly, ugyanakkor a lelket is körülvevő zenei és lelki élményeket, mert én azt hiszem, hogy a sanzon és operett est mellett szükségünk van azokra, hogy egy kicsit elmélyedjünk.
és ezeket szeretjük, a nagybőti koncerteket egy picit egy-egy mondattal még helyre tenni a nagybőtöt, hogy hol vagyunk, hogy magunkban nézzünk egy kicsit, és ezt segítjük a kórusművekkel. Lélekemelő mindenképpen. Mint ahogy az is a felhívás végén, amit közzétettetek, hogy a kórus, hadd idézzem pontosan, a kórus ezúton fejezi ki tiszteletét azoknak a személyeknek és együtteseknek, akik munkásságok elismeréseként átvették a Fricsai Richárd zenei díjat, innét már kivonatosan, a megbecsülés jeleként, most már 2002 óta, akik megkapták a Fricsai díjat, hangversenybérletet kapnak, méghozzá személyesen. Honnét jött a gondolat, hiszen azt hiszem, hogy ez a személyesség, ez mindennél többet mond. A Székesfehérvár zenei életére is jellemző, és reméljük, hogy ez így marad, amíg világ a világ. Ezt egy kicsit összekötném a közéleti és kulturális szalonunkkal. Csak azért, mert amikor azt elindítottuk 7. éve már, akkor nekem már akkor nagyon fontos volt az, hogy a díjazottakat, akik valamilyen kitüntetést kapnak, akik valamit létrehoznak Fehérváron, megbecsüljük, személyesen megbecsüljük. Nagyon szép az, hogy megjelenik a cikk, egy-egy riport, az mindenképpen szükséges, de az, hogy két ember találkozzon, és meghívja a következő koncertünkre, az szerintem még fontosabb. És szeretném, hogyha nem felejtenénk el a régi Fricsai Richárd díjasokat sem, hiszen ők akkor csináltak valami nagyot, akkor tettek valami nagyot, és most, hogy Horányi Otília elhunyt, most gondoltam vissza arra, hogy milyen jó, hogy mi az elmúlt években személyesen hívtuk meg őt a koncertjeinkre, és van, amelyikre el is tudott jönni, vagy a kórusából valaki ott volt, hogy ezek a személyes kapcsolatok épüljenek, működjenek a fehérvári zenészek között, és tényleg becsüljük meg azokat, akik valamilyen elismerést kaptak. Abszolút egyetértek, hiszen azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy két ember között ilyen kapcsolat is kialakuljon, és ha a művésztársadalom segíti ezt a kapcsolatrendszert, illetve megerősíti ennek a szükségességét, akkor nem vitás, hogy ez egy nagyon-nagyon jó út. Nos, még azzal tartozom, hogy a Vox Mirabilis, kedves nézőnk, voxmirabilis@gmail.com címen lehet megrendelni a bérletet, és akkor tehát találkozunk, kedves Katica, a csapatoddal mindenestől, Vox Mirabilis kamarakórussal szeptember 17-én, szombaton 19 órakor, évadnyitó hangverseny, énekelj az Úrnak a Jézus Szíve templomban. Én pedig akkor jó felkészülést kívánok, nincs kétségem felőle, hogy így lesz, és természetesen ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis kamarakórus karnagya volt, témánk pedig a kamarakórus idei hangversenybérletének előadásai. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.